Jó napot kívánok, ahogy az egy másfél perccel ezelőtt kiderült, ez a Még Civil című adás, itt a Rádió Q-n, mások ízlése szerint a Rádió Q-ban. Engem Pataki Gábornak hívnak, szándékaink szerint ebből egy sorozat lesz, és már egy ideje megy is. A műsornak a meghívott vendégekre való tekintettel azt a címet adtuk tehát, hogy Még Civil. Civil minden, ami nem egyenruhás, vagy nem hivatalos jellegű, vagy célú, mondhatni, független, és hát ez lehet ugye kezdeményezés, vagy öltözködés, vagy akár hozzáállás is, hiszen az is lehet civil, adott pillanatban ugyanis tényleg mindenki civil. Nem mellékes például, hogy a civilizált jelentése viszont inkább művelt, vagy kifinomult. A civil vallás az olyan jelenségeket definiál például, melyekben a társadalom politikusai Istenre, Bibliára, kereszténységre vagy egyéb egyetemesnek feltételezett értékre hivatkoznak, a társadalmi kohézió megteremtése vagy fenntartása. Érdekében más szóval a civil vallás valójában a nemzet transzcendens egyetemes vallása, és hát hogy hogyan lehet valaki a mai Magyarországon a lehető legcivilebb? Hát nyilván úgy, gondoljuk mi, hogy civil ruhát visel, a civis városban él, egy H-val kezdődő japán autógyártó óriás civil nevű, vagyis Civic nevű modelljében ül, tagja legalább egy civil szervezetnek, és nem minket, hanem a civil rádiót hallgatja, de ez bizony itt a Rádió Q. Telefonszámaink is vannak, elég egyet elmondani, mert még nem égnek a vonalak. Egyes körzet, tehát Budapest 35 39 451, illetve van egy Facebook oldalunk is, a Halló, itt vagyunk. Mai vendégünk pedig egy olyan ember, aki talán majd maga is elismeri, ahogy mondjuk így elődei, tehát akik a műsorban már vendégeink voltak, hogy hát nem lépett volna a nyilvánosság elé, ha nem alakulnak bizonyos dolgok bizonyos módon, ezekről is lesz majd szó, de hát bevezetésképpen ismerkedjünk meg a magánemberrel. Béndek Péter, szervusz! Szervusz Gábor, köszönöm szépen a meghívást! Maradhatunk a tegeződésnél? Hogy nem, persze, szívesen. Jó, állítólag így egy csomó szótagot meg is spórolunk majd, igen, ezt másoktól tanultam. Lesz a későbbiekben majd terveink szerint játék is, mert ez nem egy szokványos portré műsor, de hát ezt tényleg majd később. Péter, te rendszeresen publikáltál, vagy még most is publikálsz politikai, filozófiai, politika-elméleti témakörökben. Például itt van ez a bizonyos 1000 leütés, jól tudom? Így van most éppen 1000, a mi hazánknak hívjuk, de nincs jelentősége. Valóban így indult 1000 leütés, egy blognak a címe, amit én írok. 1000 leütés, vagy 1000 karakter? Hogy számolod el? Hát a leütés, azt hiszem nem szinonimák, mert ugye azért kérdezem, leütés az is a mi karakter köz, tehát így van, nem tudom. Helyes a válasz. Igen, így értettem. Most azt ne kérdezz meg, hogy miért adtam ezt a címet annak idején. Bár ezt egyet tudok, hogy miért adtam, mert ez a szám miatt, ami benne van, az szerepel a például a blogokat felsoroló listáknak az élén. Egyszerűen azért, mert a számokat hamarabb hozzák, mint a betűket, és akkor ez ugrik ki leghamarabb. Ez komoly? Komoly például. Ismertem egy vendéglőst, aki azért vásárolt egyik vendéglátóipari hely után a másikból be magának, mert azok a betűvel kezdődtek, nem mondom el ezeket, mert állítólag ez reklám, de azért, de tényleg több ilyen cukrászdája is volt, pizzériája is volt, remélem magára ismer, remélem hallgatja, mert hogy ő azt a nézetet vallotta, hogy hát szaknívsorból és itt tovább telefonkönyvből választanak az emberek, hogy hova is menjenek el vacsorázni, de ezt nem hittem volna, hogy... és ezen kívül az egy jó kerek szám, egy konzervatív szám, tetszik, ugye, mint az államalapításnak a szám az éve, és ezen kívül pedig azt hiszem úgy indult, hogy ez nem lesz több, mint ez a leütés egy poszt, de aztán végül a legtöbb azért több vagy jóval több ennél. Szóval a műsorban most először hangzik el az a szó, hogy konzervatív. Mesélsz most, vagy később arról, hogy tulajdonképpen a első élményed mi volt, ami a konzervativizmus felé vezetett, és aztán később mi volt az első élmény, ami hát a konzervatív párt, ugye?
jól mondom, igen, polgári konzervatív pártnak hívják. Ugorjunk ebbe bele most, vagy szívesen? Ahogy gondolod, szívesen beszélek. Szóval volna. Konzervatív. Ugyanis hogy visszaemlékszem. Sokan kérdezik egyébként, tényleg sokan kérdezik, mert hogy azt ismétlem, hogy szívesen fogadunk és teszünk is föl neked kérdéseket. Eddig is érkeztek már, hogy ugye mit tartasz te konzervativizmusnak, mitől konzervatív a te pártod, vagy pedig az a politikai képződmény, amit elindítottatok. Szóval, bocsánat, többet nem lehagok a szavakban. Én gyerekkoromtól már nagyon nagy híve voltam, mi vagyok Angliának, és az, amit angol szakos is voltam, aztán részint az egyetemen, úgyhogy az, amit Angliáról tanultam, meg az az atmoszféra, amit onnan kiéreztem, amiről megbizonyosodtam félig meddig, mikor ott jártam már viszonylag fiatalon, az úgy megerősítette bennem, hogy az a domináns légkör, ami Angliában van, amiről utólag megtudtam, hogy alapvetően egy fajta organikus, tehát egy folyamatos fejlődés eredménye, hogy nem voltak komolyan vehető, kontinentális értelemben vett nagy megrekedései, meg újraindulásai a történelemnek, nem voltak nagy véres forradalmak, így aztán a társadalom úgy tudott fejlődni, hogy viszonylag egységes képet mutatott végig a történelme során, illetve folyamatosan viszonylag átláthatóan alakultak ki, vagy alakult ki a mondjuk 20-30 évvel ezelőtti Angliának a képe. Majd adott esetben beszéltünk arról, hogy ez hogyan változott az utóbbi időben, tehát nyilván nem Anglia az elsődleges tárgyának. Igen, és hogy érkeztünk akkor Magyarországra. És akkor meg, igen. Tehát ez egy ilyen szempontból, ahogy egyébként sok filozófus kollégámnak, ugye én politika filozófiát is végeztem, Anglia, vagy az anglománia az egyfajta bevezetés az ideális társadalomnak az elméletébe, vagy leginkább gyakorlatába. Ugye, hogyha konzervatívusról beszélünk, akkor ebből az is rögtön leszűrhető, hogy az a fajta társadalomszervezési erő, ami Angliát mozgatja, az alapvetően egy gyakorlati erő, tehát azt jelenti, hogy nincsenek mögötte hatalmas nagy ideák, meg ember megváltó nagy konstrukciók, nem jelöltek ki a jogoknak egy katalógusát, amit meg kell valósítani egy országban ahhoz, hogy mindenki boldogan éljen, meg nem hal, hanem ez folyamatosan alakult ki gyakorlatilag a középkortól, már talán a 12. századtól kezdve az individualizmus elkezdett bimbózni, arra ráépültek különböző a királyi központosító törekvésekkel szembeni gátak, előbb a nemesek kezében, aztán a polgárok isnak rendelkezés által, a parlamentarizmus nagyon korán meghonosodott. Ennek az irányzatnak a hiányát te érzékelted Magyarországon? Ezt... Ami arra vezetett, hogy egy polgári konzervatív párt névre hallgató... Hát természetesen szerintem ezt mindenhez érzékeljük. Most elsősorban ott érzékeljük, hogy nincs meg ennek a kultúrája Magyarországon. Meg volt az intézményrendszere, ha tetszik 2010-ig, de a kultúra nem volt mögötte, úgyhogy ez is az egyik oka annak, hogy ez az intézményrendszer viszonylag hamar elbukott. Úgyhogy ez az egyik oka annak is, hogy vannak olyanok köztük én is, akik az utóbbi 25 évre vonatkozóan fogalmaznak meg kritikákat, nem csak az utóbbi mondjuk 5 évre vonatkozóan, tehát kifejezetten a második és harmadik Orbán kormányra vonatkozóan. Úgyhogy annak ellenére, hogy Magyarországon azért volt a liberalizmusnak egyfajta kezdeti stádiuma, ami döntően a reformkorra, illetve az osztrák-magyar monarchia különösen első szakaszára korlátozódik. Azért a 20. század alapvetően az ilyen nyugat-európai civil, tehát polgársághoz, mert ugye a civilitás az a polgárságot jelenti alapvetően, igen, az ilyen polgársághoz kötődő tradícióknak a teljes megszakadásáról és hiányáról szól, amit újra gondozni, illetve újra kezdeni, az egy elég emberes feladat. Tehát amikor mi nekiláttunk ennek a pártnak a szervezéséhez, akkor annak ellenére, hogy jó példák azért lebegtek a szemünk előtt, azt is tudtuk, hogy ez mennyire iszonyú nehéz feladat lesz, és ez be is igazolódott. Mi volt előbb egyébként, csak a blogra visszatérve az 1000 leütésre, a PKP megalapításának vágya, illetve a folyamat, vagy pedig a blog maga? Nem, a blog volt először. Igen? Amikor elkezdtem a blogot, akkor nem volt még a fejemben, hogy
uh-huh. pártot szeretnénk alapítani. Úgyhogy... Átlagosan mennyi idő alatt írsz meg ezer leütésből álló blogot? Átlagosan fél óra. Jó, meg egy posztot. És ez poszt formájában? Egy poszt. Hát itt van a blog, ami meg különböző, ami meg körülbelül idáig 600 poszt született. Szembesíted magad, fogod a blogban leírtakkal, illetve a politikai elképzelés megvalósításával? Ha visszaolvasod, akkor Fredre olvashatják mások, vagy te a saját magadére olvasod. Van-e ilyen megkötés, vagy hát visszatart-e ez? Hát a blog az elég konzisztens üzenetekkel rendelkezik, tehát ha mondjuk visszaolvasnám az első tizet, vagy első százat, akkor valószínűleg nagyrészt egyetértenék azért velük. Na, ez dicséretes, mert de ez nekem... vannak olyan közéleti személyiségeink, akik korábban általuk elmondottakkal azért nagyon-nagyon nem szívesen néznének szembe. Hát én még tovább is megyek, én amit 15 évvel ezelőtt írtam, abból is 10-20% mondjuk varianciával egyetértek. Annak van nyoma, amit 15 évvel ezelőtt írtál? Persze, hát én 94-ben írtam talán az első publikációt, akkor 25-26 éves voltam a Magyar Nemzetben. Döntően akkor publikáltam a Magyar Nemzetben a viszonylag sokat a 90-es évek második felében, amikor még egy liberális konzervatív újság volt. Mielőtt a következő kérdést feltenném, elmondom, hogy nem csak én kérdezhetek, hanem a hallgatók is. Telefonszámunk a budapesti, tehát az egyes körzet számmal megáldott 35 39 451-es telefonszám. Tehát ide várjuk élőben, hangsúlyozom és ismétlem élőben a kérdéseket, amit Béndek Péternek, a Polgári Konzervatív Párt elnökének, mai vendégünknek lehet feltenni. Mi volt az a mérföldkő, ami... vagy löket, vagy valami utolsó csepp, hogyha szabad így fogalmazni, amitől úgy döntöttél, hogy hát tényleg meg kell alapítani ezt a pártot, és ki kell lépni az utcára, mert ugye ez a újra alapítandó párt, ez mint ilyen nyilván az utcán kezd. Azt nehéz lenne rekonstruálni, mi volt az utolsó csepp, kvázi a pohárban. Talán itt párhuzamos folyamatok mentek, amik valahol összeértek. Egyik ilyen volt ez a felismerés, hogy a mai baloldali ellenzék az nem csak inkompetens, hanem valójában nem is akarja leváltani vélhetően a Orbánt. Valószínűleg a háttérben én ezt többször meg is írtam, olyan megegyezések, netán pénzmozgások voltak, amik miatt az volt az érdekük, hogy Orbán maradjon. Ez volt az egyik. A másik az, hogy általános értelmiségi gyávaságot láttam talán. Ezt még most is látom, bár most oszlik már, ahogy talán értelműség oszlik, vagy a gyávaság? A gyávaság. Aztán ilyen volt az, hogy kifejezetten nagy szervilizmus láttam a jobboldali értelműség körében, ahova én tartozónak gondolom magamat, és akiknek a jelentős részét ismerem. Részint kollégáim voltak, részint tanítottam őket, részint innen-annan. És azt láttam, hogy korábbi felfogásuk ellenében és ellenére hallgatnak mindazzal szemben, ami mondjuk evidensen 2012. január 1-e óta van ebben az országban. Hát igen, gondolom, amikor az alaptörvényt elfogadták. Úgyhogy. Tehát akkor ez nevezhető, illetve nem akar tényleg a kedves vendéget korlátok közé szorítani, vagy kliséket megfogalmazni, de ez nevezhető mérföldkőnek, akkor legyen a 2012? Hát ez lehet, hogy abban nem mérföldkő, mivel ugye én a blogot később kezdtem érni, az kb. 2012 végén, de 12. január 1-én az alaptörvény életbelépése az általában a köztársaság szempontjából volt egy mérföldkő, talán akkor került pecsét, és akkor vált mindenki számára nyilvánvalóvá az, hogy a köztársaság elbukott. És egyébként volt még egy szempont, amit fontosnak tartottam, amikor végül elkezdtük szervezni ezt a pártot, az, hogy legyen valami reménye azoknak, akik, ha nem most, nem akkortól számított másnap, hanem mondjuk mostanában, vagy ott esetben az elkövetkező hónapokban gondolják, úgyhogy hogy megbíznak bennünk annyira, hogy képviseljük a politikai érdekeiket, és akár munkatársként, vagy pártagként, akár csak támogatóként, szimpatizánsként csatlakoznak hozzá. A párt ilyen értelme nagyon számít azokra, akiknek elegük van, vagy lesz a Fideszből. Ennek megfelelően a potenciális tömeg megnőni fog, véleményed szerint? Igen, biztos vagy benne. Belekérdeznék egy
néhány perccel ezelőtt általad megfogalmazott dologban gyávaságról, vagy gyáva értelmiségekről beszéltél, meg is szólítod őket? Verbuválod őket? Vagy arra számít az, hogy meghalljanak benneteket, és akkor megkeressenek? Nem, őket. Sok... passzívak, vagy aktívak? Aktív vagyok. Tehát sok háttér beszélgetés zajlik, sok e-mailváltás, sok személyes beszélgetés olyan prominens emberekkel, már mint a Fidesz holdudvarában, akiket mindenki ismer. Egyébként, de ugye különböző érdekek miatt, különböző bűnök miatt, különböző tévedések miatt, amiket nem ismernek be, ha tetszik, még mindig a gyávaság. Bindek Péter a vendégünk, a Polgári Konzervatív Párt elnökét hívtuk a mai adásba, Még Civil a műsor címe, Rádió Q, a 99.5-ön telefonszámunk, ahova az élő adásba egyébként szívesen vesszük, illetve várjuk a kedves hallgatók kérdéseit. A telefonszámunk tehát 35 39 4 51, illetve a Facebookon is jelen vagyunk már egy ideje ennek a vasárnap délutánnak, itt a Rádió Q-n az a, mondjuk így, hogy a keresztneve, hogy Halló, itt vagyunk, a Facebook oldal, tehát így hívják, hogy Halló, itt vagyunk. Péter, a Pázmány Péteren momentán még vagy, ugye? Nem vagyok. Már elég régóta nem vagyok, mert pályát változtattam némileg, ugye én a tudományos akadémiára kezdtem. És nem is jársz már vissza, tehát akkor ez... Nem, legfőjebb szimpóziumokra, vagy előadásokra néha. Te óraadók én sem, vagy legfeljebb szemben? Nem volt rá időm az utóbbi időben. Igen, és akkor ehelyett? A 90-es évek végétől egy átmentem egy vállalati tanácsadásba, és egy amerikai céghez akkor. Uh-huh. Teljesen meglepő módon fölvettek egy hosszú kiválasztási procedúra után, és akkor én egy bő 15 éve a vállalatokat javítok. Úgyhogy ezt döntően saját cégünkbe csináljuk, ami egy kisebb nemzetközi cég. Túl kézenfekvő lenne a kérdés, de azért felteszem, hogy valami átjárás azért van, tehát hogyha vállalatot javítani tudsz, akkor egy, hogy mondjam, kibontakozóban lévő szervezetet, amit politikai pártnak hívnak, nagy valószínűséggel eredményesen fogsz tudni összerakni? Igen, ezek összefüggenek, ez egy érdekes mechanizmus a vállalat, nem a vállalat irányítás, hanem inkább a változás management, a változásoknak az implementációja, és ez az, amit most gyakorlunk a párban is, tehát hogy tudunk minél több érdemes és érdekes, értékes embert bevonzani, és hogy tudom elérni, illetve hogy tudjuk a kollégáimmal együtt elérni azt, hogy érdemesnek tartsák azt, hogy dolgozzanak a pártért. Együtt alakítsuk ki a céljait, és akkor remélhetőleg ugyanezt a feladatot elvégezzük majd az országban is. Állsz-e készen kérdésekre, amiket korábban a napok során eddig a hallgatók, illetve akkor még nem hallgatók, hanem ennek a műsornak a lendő hallgatói tettek fel? Nem, 24 órában készen kell állnom, úgyhogy persze. Aha, értem, hát ezt választottad magadnak. Pető Tünde érdeklődik. Szeretném tudni, hogy hogyan látja az elmúlt hónapok magyarországi eseményeit, és hogyan értékeli a tüntetéseket. Számítottál ilyen kérdésre? Nem számítok semmilyen kérdésre, de nem meglepő a kérdés annak szóval... fényében, hogy az utóbbi hónapban nyilvánvalóan a kormányzati szétesésnek a tanulói jeleit látjuk, ami várható volt, mert egy olyan centralizált rendszerben, amit ráadásul a korrupció hajt, illetve az egyetlen szempont, ami összetart, az Orbán Viktornak a hatalmi megmaradása, ez nyilvánvalóan hosszú távon nem üzemeltethető. Óhatatlan, hogy nem csak törésvonalak jelentkeznek benne, hanem előbb-utóbb elkezdődik a szétforgácsolódási rendszer. Ez nem kell nagy tudósnak lenni, hogy az ember ezt tudja. Nem véletlenül alakultak ki, ugyanis a liberális demokráciák. Ezek pont az ilyen jellegű problémákra adtak választ. A sok kicsi decentralizált hatalmi szempontnak az együttműködése, ami a liberális demokráciákat alapvetően megkülönbözteti egy kínai vagy orosz típusú, vagy akár egy magyar típusú rendszertől, nyilvánvalóan egy különböző minőségben jelentkeznek az autokratikus jegyek. Most ez a rendszer ez elkezdett szétesni, és a vezetői részint a felelősségre vonástól félve igyekeznek ezt kétségbe esetten összetartani. Ennek az eredménye az, hogy teljesen irracionális döntések születnek, most nem akarom sorolni, tehát az útdíj bevezetésétől kezdve a
nyilván van mindenki... Mennyiben irracionális, mondtad, hogy nem akarod elsőni, de ha már ezt így megemlítetted, megalapozatlan, előkészítetlen, vagy egyszerűen csak... Jó, nem mondom ki, hát, egyéb baj van. Hát ugye itt semmi más nem folyik, mint a hatalom újra stabilizálására tett kísérleteknek a láncolata. Ennek egy része, vagy egyik szelete az, hogy folyamatosan pénzt hajtanak be a társadalomtól, és az, hogy ezt a kooperációnak, az együttműködésnek mindenféle jelenélkül, sőt akarata nélkül teszik, annak arra ez az UDI rendszeret, annak a bevezetése, az világos példa. De leszámítva ezt is, hát alapvetően irracionális az, hogy a Budapest körüli körgyűrűt, aminek az van a célja, hogy elvezesse a forgalmat a belvárosban, mivel ráadásul ahol lehet hallani dugódíjat is akarnak bevezetni, tehát gyakorlatilag nem fognak tudni megmozdulni az autók, anélkül, hogy valahol valamilyen díjat ne fizessenek, az teljesen eltér a civilizált példáktól. És ami a ezt... kedves példát, nem kell messzebb menni pont London belvárosától, ahol ez, nem mondom, hogy bejött, mert én még autóval nem jártam, kevés magyar megy autóval Londonban, vagy legalábbis végig, ha csak nem volt bérel. Mi lehet a megoldás? Ugye azt mondod, hogy vállalod ezt a szerepet, egy közéleti személyiség kívánsz lenni, pártot alapítottál. Ezeket az alternatívákat ugye, tehát nem csak a felvázolt lehetőséget kell tudnod kritizálni, hanem az alternatívákat is megfogalmaznod. Erre mit mondtok? Hát az alternatíva az a jó kormányzás. Nem jó, arra, hogy nem a... Ja, ez fontosnak tartom, a jó Gábor, kormányzása. Ez fontosnak tartom, Gábor, tehát ez nem itt nem az a lényeg most, hogy bevezetik ezt a nyomvat útdíjat, vagy nem vezetik be. Itt az a lényeg, hogy az egész kormányzás széteső állapotban van, pontosabban 2010 óta semmi másra nem irányult, mint a hatalmi koncentrációra, és igazából ilyen policy making, amit az angolok mondják, tehát egy tudatos, szakmai, összefüggő elvek alapján kiszámíthatóan történő kormányzás, az nem létezik. Tehát ennek folyamodványa, vagy folyamánya ez az UDI rendszer, ami egy szimptoma. Ez arra utal, hogy a kormányzás mögött nem áll a közjónak egyfajta értelmezése, nem áll erre vonatkozó és ekkörül koncentrálódó kormányzati elvek, és végül ennek megfelelően nincsen ilyen kormányzati gyakorlat sem. Tehát amikor úgy válaszolom a kérdésedre, hogy mit tennénk mi az UDI ellen, mi mindenek előtt a kormányzásnak a minőségét kell radikálisan átalakítani, és akkor nem lenne szükség arra, hogy ilyen elvetélt az embereket fölöslegesen bántó, a jogérzéküket, meg az igazságérzetüket, és a egyébként praktikus érdekeiket teljes mértékben csorbító intézkedések szülessenek. Tehát a válaszom ugyanez. Most az, hogy konkrétan mit tennénk ebbe a szakmát, az huszadlagos, nem tudom. Hát nem vezettük volna be, nyilvánvalóan. Tehát nem akarok erre válaszolni, fogalmam sincs, mert ha én választodnék erre pártelnökként, most akkor az valaki számon kéne rajta. Nem tudom, ehhez egy koherens város stratégia kell, ahol még nem tartunk. Így van, ezért azért kapaszkodtam bele, ugye? Vagy legalábbis kérdeztem vissza, mert hát hányszor fogalmazódik az meg, hogy mennyivel egyszerűbb bárkinek is ellenzékből, akármilyen formátumú is ellenzék, az ellenzék kritizálni. Lássuk például, hogy ezt a példát vagy a másik helyzetet hogyan oldanátok majd meg, de lesz erre vonatkozó kérdés is, mert az egyiket már láttam, illetve hagyd kérdezek valami mást. Illetve maradt még benned valami ezzel kapcsolatban? Nem, ott volt még a Pető Tündének egy másik kérdés, illetve a kérdésének egy másik vonatkozása is. Hogyan értékeled a tüntetéseket? Hogyan értékeled a tüntetéseket? Hát ez egy értékes, vagy ez egy érdekes kérdés. Mi noha tisztán vagyunk azzal, hogy a tüntetés, és ezt ugye közönkutatások is bizonyították, és kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a tüntetések alapvetően egy baloldali, szimpatizáns, liberális tömeget mozgatnak meg. Mi nagyon amellett vagyunk, hogy a tüntetések irányítói ki tudják teljesíteni a feladatukat, ami eszközként adatott nekik, illetve kivívtak maguknak ezekkel a tüntetésekkel, mert egy biztos, hogy a jelenlegi magyar baloldali pártstruktúrát azt nem azt mondom, hogy le kell váltani, mert ez nem így működik, de vissza kell szorítani. Tehát létre kell, hogy jöjjenek olyan baloldali pártok, amiket kredibilis emberek jó
hogy kvázi konzervatív számára és akceptáltó elvek alapján irányítanak. Nektek van együttműködésetek a mostaniakkal? Én tartom egy némelyikkel a kapcsolatot, illetve támogatjuk őket informálisan abban, hogy értelmes célokat tudjanak adni a tüntetéseknek. Most a tüntetések árnyoldala az, hogy annak ennél, hogy elismerjük azt a kezdeményező készséget és bizonyos értelemben bátorságot, amit a tüntetések szervezői mutatnak. Az is biztos, hogy akár az én személyes tanácsaim ellenére is ezeknek a tüntetéseknek egyenlőre úgy tűnik, hogy nincsen kifutása, tehát nem fogalmaznak meg olyan üzeneteket, amelyek alapvetően megváltoztatnák a baloldal perspektíváját. A zene előtt még egy kérdés, szintén a Facebookon érkezett. Érdekes, amikor Váradi Zsolt volt a vendég, akkor jobban visszafogtam magam, valahányszor a Facebook elhangzott, vagy el kellett, hogy hangozzék. Most ugye te nem foglalkozol közösségi oldalak gründolásával, tehát a Facebookot nem is simán mondhatom. Nem is Facebookot, akkor mi is. Az esetben mi is csak kedvezményezettek, mint felhasználók vagyunk. Ugye említetted a baloldali pártokat, én kérdeztem, hogy velük kialakult-e valamiféle együttműködés. Na de itt a kérdés, ami nem, viszont... Nem, baloldali pártokat nem kérdezted, a mozgalmakat kérdezted, baloldali pártokat semmilyen együttműködésünk. Akkor nincs. Ezt tisztázok, mert én erre kérdeztem. Nem, baloldali pártokat semmilyen együttműködésünk sincs, és nem is lesz. Na csak mert a kérdés, jó, hogy ezt tisztáztuk, igen. Mert ugye a egyik kijelentés után jött a másik, és én valóban még egy korábbira voltam kíváncsi nevezetesen, jó, tehát velük nincsen. Rózsa Mihály, mármint a kérdező. Ha van MOMA, akkor ti mi a fenéért vagytok? Autentikus, tehát én beolvastam szó szerint, mi a fenéért vagytok, ha van MOMA. Megválaszolható ez a kérdés? Hát én nem tudom, mit ért Rózsa Mihály a kérdése mögött. Van MOMA, meg van PKP, Polgári Konzervatív Párt. Mi nyilvánvalóan egyfelől versenyhelyzetben vagyunk egymással, másfelől pedig az elveink tekintetében bizonyos értelemben közösség is mutatkozik közöttünk, de a világnézetünk és az egész világképünk, amiben gondolkozunk, viszont gyökeresen más. Jó? Tehát egy konzervatív párt, én tudom, hogy Bokros Lajos is úgynevezi a sajátját, és én soha nem próbáltam meg elvitatni. Akkor egy kicsit mégis érted a kérdés. Nem is akartam ezt elvitatni tőle, mert nem bájkálunk mások identitásában, de egy konzervatív párt az annak a keretrendszer, vagy a kontextus, amiben gondolkodik, az alapvetően nem elvi, konstruktív és nem piaci kontextus. Tehát nekünk mi az ember, akár a Isten hívő, akár az Istentől elidegenedett, vagy eltávolodott, vagy szekuláris embert, illetve az ő közösségeit tartjuk elsősorban védendőnek, és védendőnek tartjuk a nagy korporációkkal, tehát például a nagyvállalatokkal szemben, az állammal szemben természetesen ebben egyetértünk Bokros Lajossal, de az olyan piaci mechanizmusokkal szemben is, amelyek ellen ezek az emberek nincsenek kellőképpen felvértezve. Tehát egy konzervatív pártban nagyon Bilányos. Sok keresztény alatt, és lehet keresztény szocialista, keresztény demokrata irányultság, de Magyarországon pont az a szép, hogy mivel konzervatív tradíció alig van, illetve a tisztelt hallgatók talán összekeverik, ha van is bennük egy ilyen kép, összekeverik a konzervatív tradíciót a nacionalista, etatista tradícióval, amiben a Fidesz működik, illetve a rasszista tradícióval, amiben a Jobbik működik, ugye ez egyik sem konzervatív tradíció, és mert Magyarországon nincs ilyen konzervatív tradíció, ezért tulajdonképpen ránk vár az, hogy ezt létrehozzuk, és a blogot én azért kezdtem el írni, hogy folyamatosan kialakuljon a konzervatív politikai lehetőségeknek az a koherens értelmezése, amit aztán a politikában képviselni lehet, és valóban a párt az erre épül rá, úgyhogy nekünk egy viszonylag világos érték és elvi rendszerünk van azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a konzervatív politika Magyarországon.
Még egyszer mondom Rózsa Mihálynak, ez nem az, amit a Bokros Lajosék képvisel. Na látod, milyen nehezen indult ezzel a kérdéssel kapcsolatban a válaszadás, és milyen? Nem csak udvariasokat elmondani, mert részint nem szeretem az ilyen stílusú kérdéseket, mert sajnos ezek a fajta kérdések, amelyek alapvetően mérgezik a magyar nyilvánosságot. Viszont tehát, legalább ki van beszélve? Ez egy föl igaz, az olyan, mint a Charlie Hebdo, ugye most, amit szintén beszéltünk, egy érdekes kérdés. De én ugye, mivel a blogomban folyamatosan bekommentem mindenki, akiknek 80-90% az abszolút értékes, és minden percben örülök, amikor tartottam velük a kapcsolatot, de van 10-20% olyan ordinári stílusú, kifejezetten destruktív és defetista ember, ami egyébként a magyar politikai kultúrára alapvető lenyomata van, és ezt láttam némileg visszaköszönni az úrnak ebből a kérdéséből. Nem tudunk egymással beszélgetni. Nem tudunk egymással kérdéseket föltenni, úgy, hogy ne éreznénk azt, hogy rögtön át kell vágni a másiknak a torkát. Nem szeretnénk, hogyha az a vád érne bennünket, hogy egyrészt ne adj Isten demagógia az, amit folytatunk, másrészt, hogy a világért se teszünk fel olyan kérdést, ami akár egy picit is kellemetlen. Ez nem a mi dolgunk. De persze, de semmi gond. Megnyugtatlak, ez nem azt mondom, hogy jéghegycsúcsa, de ennél jóval kellemetlenebb stílusok és kérdések is vannak, de én viszont megmondom a véleményemet ezekkel kapcsolatban. Nagyszerű. Béndek Péter a vendégünk, a Polgári Konzervatív Párt elnöke. Engem Pataki Gábornak hívnak, ez a Még Civil itt a Rádió Q-ban, amely élő adásunkat lehet is hívni. Várjuk a kérdéseket. Ez itt a Rádió Q, Béndek Péter, a Polgári Konzervatív Párt elnöke, a mai vendégünk a Még Civil című műsorban. Telefonjaikat továbbra is várjuk, 35-39-451. Ezt most így fejből mondtam és gyorsan, de remélem, hogy így van. Hogyha nem sok telefon érkezik, akkor ezért van. Ha érkeznek telefonok, mint ahogy már érkeztek is korábban, akkor eltaláltam a telefonszámot. Péter, éppen ott tartottunk, hogy és valószínűleg ezt a következő néhány percben még tovább folytatjuk is a hírekig egészkor, hogy hát kérdésekre válaszolsz, mutattál el a hajlandóságot, ebből egyik kettőt abszolváltunk. Mit szólsz ahhoz, a nem minősítem, se egyik, se másik oldalról, a kérdéshez, hogy amit ugye Kovács József küldött, hogy akkor húzzunk még egy strigulát a sokszázadik megélhetési párt mellé. Na ne. Hát én megélni ebből biztos nem fogok. Ez többiek sem, nem tudnak, de az ellenkező is. Ellenkezőt honnan tudják? Sőt, ez nagyon sokba kerül. Kerülhetne többbe is. Tehát az ember nagy banzájukat, meg demonstrációkat tudna rendezni, amit remélem, hogy mi is tudunk előbb-utóbb, de ez a párt, higgyel a kedves kérdező, ez nettó veszteség. Nekem meg van egy rendes polgári szakmám, olyan, amivel elégedett vagyok minden szempontból. Kicsit hagyj csavarja meg a kérdést, mert elhangzott a kérdés, elhangzott csípőből rá a válasz. Mi alapján feltételezik oly sokan, nagy számok törvény alapján, ha már egy kérdező ezt megfogalmazza, hát ha mások is gondolják így, vagyis hogy mi alapján feltételezik azt, hogy bizony létezik ez a kategória, vagy fogalom, hogy megélhetési párt? Hát azt hiszem, hogy a tapasztalataik azok megalapozottak. Tehát na, akkor jogos lehet a kérdés. Persze, a kérdés az jogos, semmi gond a kérdésre, csak arról biztosítottam a tisztelt hallgatót, hogy ebben az esetben nem erről van szó, amit vagy elhisz most ebben a pillanatban, vagy nem, hát majd megpróbáljuk a jövőben ezt bizonyítani legalábbis. De a kérdés az valóban megalapozott, hiszen a magyar politikai rendszer az a közpénzek elsajátítására épül. És itt nem csak arra kell gondolnia, hogy ezek az úgynevezett kamupártokat elindította, vagy pénzelt a Fidesz a tavaszi parlamenti választáson, hanem eleve a politikus, mint állatfaj arra van berendezkedve, reálisan tényleg arra van berendezkedve túlnyomó részt, hogy a fizetésén túl egyébként őt meg nem illető javakat szerezzen a politikai rendszerből, és ez nem csak a központi állami igazgatás érvényes, hanem az önkormányzati rendszere is. Nagyon korrupt a politikai rendszerünk, úgyhogy a hallgatónak teljes mértékben igazat adok, ezen radikálisan változtatni kell, mert amíg nem tudunk, addig a
praktikusi hivatás, amelyiként egy nagyon fontos hivatás, sose fogja visszaszerezni, vagy megszerezni Magyarországon a presztízsét, meg a tekintélyét. A megszólítandó választók közül nagyon-nagyon sokan vannak, akik megcsömörlődtek még hozzá éppen azért, ugye a közélet iránt való érdeklődéstől, vagy a politika iránt való érdeklődéstől, mert hogy ilyen feltételezéseik vannak, és mint mondod, ha a kérdés jogos, nyilván nem irányotokban, de általában, ha a kérdés jogos, akkor, mint szintén mondod, lehet alapja. Mit tesztek ti, ha tudtok bármit tenni annak ellen érdekében, hogy ezt megelőzzétek, hogy rátok ez ne legyen rátok húzható? Világos, ugye? Hát az ember megteszi, ami alapvető, hogy törvényesen gazdálkodik. Adott már esetben, régen rossz a rendszer, hogy már tényleg hát mindenkit... Igen, rá akartam erre térni, tehát ami minket illet ebben a pillanatban, azon kívül, hogy létezik könyvelésünk, meg létezik az állami számvevőszék, amely a pártokat ellenőrzi, ugye van egy törvényes gazdálkodás, amit adott esetben már nincsen erre kialakult irányelvünk, de semmi problémám nekem azzal, hogy elérhetővé tegyük mondjuk a Transparency International számára, hogy folyamatosan monitorozza a gazdálkodásunkat. Nem tudom, hogy a Transparency-nek milyen az elfogadottsága a magyar választók szemében, de feltétlenül jobb, mint a pártoké, úgyhogy ebben talán erősít. Ez biztos, hogy van, de elfogadottságot mondtál a Transparency-vel kapcsolatban. Az irántuk való érdeklődés az átlag választópolgár részéről nem biztos, hogy annyira jellemző, tehát az a hallgatónk, az a kérdezőnk, és nyilván sok más, aki ez iránt érdeklődik. Én csak jelzésértékként tudnám mondani a mi véleményünket az első kérdésre vonatkozóan, hogy ugye kulturális, meg gazdasági doktrínánk lenne, gyakorlatunk, felfogásunk, ugye a másik pedig a bevándorlás politikára kérdezett rá. Mi a kultúra kérdését alapvetően fontosabbnak tartjuk, mint általában szűkén vett gazdaság kérdését. Ez nem csak azért, mert a párt nem materialista alapon áll, hanem az ember köré szervezve a politikáját egy jóval összetettebb centrumát alakítja ki a saját politikai felfogásának, hanem azért, mert a kultúra alapvetően meghatározza azt, hogy az emberek miként viselkednek a gazdasági életben. Tehát a kultúrának a megváltoztatása, illetve alakítása a lehető legnehezebb dolog, amit egy társadalomban el lehet végezni. Éppen a múlt órában érintettük azt, hogy a magyar politikai rendszer azért roskadt össze a 2010-es választások után, mert nem volt mögötte olyan kulturális tartalom, ami megtámogatta volna ezt a rendszert. Ugyanez igaz a gazdaságra is. Hogyha nincs meg a megfelelő kulturális környezete a gazdaságnak, amelynek révén a szabad piacot fair módon és a közjóra tekintettel is tudjuk működtetni, akkor hiába alakítunk ki különböző GDP-fokozó doktrinákat, vagy politikai döntéseket, azoknak teljesen esetleges lesz az értelmük, úgyhogy ebben szeretném megválaszolni az első kérdését. A másik kérdését pedig úgy, hogy a bevándorlás korlátozása az mindig egy állam vagy társadalom gyengeségének a jele. Tehát egy állam vagy társadalom, és itt van a lényeges üzenete mondjuk Szent István ismert mondásának, az egy sikú homogén, vagy egy nemű homogén állam az alapvetően gyenge, mert nem bízik magában annyira, hogy megnyissa mások előtt a határait, nem bízik abban, hogy integrálni tud máshonnan érkező néptömegeket. Más kérdés, hogy ez a probléma, amiről Orbán Viktor beszél, alapvetően szabadasztszerzés céljából merült föl, nyilván meglovagolva ezt a szerencsétlen Charlie Hebdo ügyet, ami Orbán Viktornak megint nem sikerült eltalálni a nyugat-európai közhangulatot, úgyhogy ebbe válaszolnám meg. Köszönöm a kérdését. Érkezett SMS-ben is egy kérdés, mert elképesztően sok felületen vagyunk elérhetőek. Egész érdekes, hogy éppen Orbán Viktorra vonatkozott és a nyilatkozatára az előző betelefonáló kérdése. Ez az SMS-ben fogadott kérdés pedig Szakál jeligére érkezett. Ki lehetne Orbán utódja? Ki lehetne Orbán utódja? Én szeretnék lenni. Bővebben? Hát bővebben szeretnénk megnyerni a 2018-as választásokat, és aztán kormányt alakítani. És ez, bár nem pont erre vonatkozott a kérdés, köszönjük, ez a válasz, ez elhangzott.
egymagatokban milyen esélye a koalíció nélkül, együttműködés nélkül, milyen esélye valósítható meg? Most, ahogy kinéz ebben a pillanatban... Merj ilyen nagyot álmodni, ha gondolod? Nem az álmaim, azok vannak, meg még zavartalanok, de nem ezzel van a probléma, valahol a probléma, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan, hogy milyen állapotban lesz az ország addig. Tehát az, hogy az Orbán kormány egyetem eddig marad fönt, addig, amíg fönnmarad, milyen további károkat okoz az országnak, a baloldali adok-kapok hogyan alakul, a Fideszen belüli szétesés, vagy lemorzsolódás, hogy milyen irányt, milyen formát vesznek, mennyire erősödik meg a Jobbik, mennyire talál magára a magyar társadalom, egy csomó olyan nyitott kérdés van, amire nem tudom választ, de nyilvánvalóan nekem nem lehet más célom, mint kormányt alakítani 2018-ban. Ennél többet egyenre nem tudok mondani. Kormányt alakítasz, te leszel az utód, előre fogadjál, légy szíves, tőlünk egy meghívást, nem lesz könnyű dolgunk, hogyha már új minőségedben érkezel, ebben a szűk utcában nem fog elférni a konvoj, de akkor egyeztetni fogunk. Gyalog jövök, hogy értem, van ilyen bűvet. De pontosan az ellenkezőjére vonatkozik a kérdés Matyasovszky Antaltól, hogy hát a családtagok se léptek be a párba, kik fognak? A családtagjaim? Sem léptek be a pártba. Én szó szerint olvasom a kérdést, de hogy ő honnan tudja... Nem tudom, honnan én jól értesült. De nyilván nem, arra akar rákérdezni, hogy nyilván az érdekli, hogy hasonló-e netán az Egyesült Államok pártrendszeréhez és tagságához, ahol is nem igen vannak párttagok, hanem ugye csak struktúra és indulak. A pártotok tagsága létszáma az, ami érdekelheti a hallgatót, de sifrőzöm én. Köszönöm. A pártot ugye Magyarországon minimum 10 fővel kell alakítani, tehát ennyi mindenképpen megvan. Sokkal több nincs is, mert ebben a pillanatban nem ez a cél. Egy induló pártnál nagyon fontos a szűk tagságnak az egymás iránti bizalma, és azoknak a bizalmát én teljes mértékben bírom, akikkel megindítottuk ezt a pártot, és azokat a kezdeti nehézségeket, vagy nehéz lépéseket, amiket most teszünk, azokat nyilván egy olyan körben kell tudnunk megtenni, ahol alapvetően is teljes a bizalom. A pártot ki fogjuk nyitni akkor, hogyha lesz értelme kinyitni, és akkor, amikor elég vonzó lesz ahhoz, hogy számíthassunk arra, hogy többen be akarnak lépni. Egyébként most is egy olyan 20-30 fős tagság vár beléptetésre, de meg kell mondjam, hogy nem sietjük el, nem ez a prioritás. Köszönöm. Szabó Zsuzsa kérdezi, mikor nyílik már fel a szemünk, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van, halálra van ítélve? Fölnyílt már a szemünk, köszönöm. Mire gondolhat? Tényleg, őszintén kérdezem, ez a választási rendszer, vagyok, nem tudom. Ha netán erre vonatkozna, ezzel kapcsolatban mi a véleményetek, vagy az álláspontot? A választási rendszer? Igen. Hát a választási rendszer az nyilván korrupt és manipulatív, ez is azt szolgálja, hogy a Fidesz meg tudja őrizni a hatalmát. Ez természetes, hogy ez nem maradhat ebben az állapotban, hogyha a liberális demokráciát nem... sikerült nem csak visszaállítanunk, hanem az értékét növelnünk is a magyar társadalom belül, de szeretném fölírni arra a hallgatónak a figyelmét, pontosabban kezdeményezni nála azt, hogy menjen és keressen meg ellenzéki pártokat. Hát, ha csak nem azt gondolja, hogy az egész rendszernek az összes résztvevője beleértve például az ellenzéki pártokat vagy mozgalmakat halálra van ítélve, és tud valami olyasmit, amit mi nem tudunk, mármint azt, hogy mi jöhetne a helyébe. Tehát ha csak nem ezt gondolja, akkor ő is tehet valamit az országért, még pedig úgy, hogy megkeres akár minket, akár más típusú pártokat, melyiket érzi közelnek hozzá, és jelentkezik náluk munkára. Egyáltalán nincs kizárva, hogy ezt akár ő maga is teszi, vagy a hozzá hasonlók teszik. Ugye nagyon sokan közömbösek, de meglehetősen sokan úgy fejezik ki a érdeklődésüket, hogy kérdeznek, hallgatnak bennünket, másokat, és vesznek részt különböző, nevezük tüntetésnek, nevezük tiltakozásnak eseményeken, tehát azért valami nagy valószínűséggel zaj. Béndek Péter, a Polgári Konzervatív Párt elnöke, a vendégünk, a műsorunk címe Még Civil, ez egy sorozat lesz, egy néhány hete már megy is különböző, még a civil szférához, még tartozó vendégeket hívunk meg, és majd a műsor végén, amikor elköszönünk,
fogjuk is kérdezni a kedves hallgatókat, hogy esetleg mit javasolnak, kit hívjunk, kiket hívjunk, akik iránt érdeklődnek, akiknek élőben lehet feltenni kérdést, mint ahogy most is lehet feltenni élőben kérdést, ezt sokan tették már nagy örömünkre. Telefonszámunk a 35 39 4 51. Mikor lesz már vége ennek a cirkusznak itt Magyarországon, kérdezi Vera. Segítsek értelmezni, én nem pontosan értem, de te ezen a pályán vagy, hát ha érted. Vagy pedig hát én... egy ilyen kérdésre fel tudsz fűzni olyasmit, amit elmondanál más témában. Hát én osztom, azt hiszem, Vera a frusztrációját ahol kapcsolatban, ami folyik az országban. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy bár a vezetőnk is, a pártja visszaél a hatalmával, de alapvetően elég jól tudja manipulálni az országot, megosztani az országot. Tehát evel a túlerővel szemben a társadalom védtelen, de mégiscsak a társadalom az, amelyik felel a saját politikai rendszeréért és a politikai elitjéért. Úgyhogy a válaszom az lenne röviden, hogy ennek a cirkusznak akkor lesz vége, amikor a társadalom kritikus tömege szembefordul ezzel a mai rezsimmel. Tudom, hogy nehéz szembefordulni, legnehezebb pedig úgy szembefordulni, hogy közben még tudjanak valamilyen pozitív választást is tenni, mert az ellenzéki kínálat rendkívül gyatra. Ezért a közvélemény kutatások is tükrözik, ugye a Fidesztől elfordulóknak a jelentős része az a pártot nem választók táborát gyarapítja. Ezzel együtt a közvélemény kutatásokban lehet a legjobban érzékeltetni azt a szavazóknak és a választóknak, hogy elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Tehát amikor a közvélemény kutatásokban majd a Fidesz támogatottsága mondjuk 15% köré esik, akkor az egy világos jel lesz arra a rezsimnek, hogy megvannak számára a napjai, és egyúttal olyan biztató jel lesz egy új pártra várók számára, hogy nincsenek egyedül. Ugye? Ez a legkevésbé veszélyes magatartás, amit a választó magáévá tehet. Nyilván vannak ennél akcionistább, vagy nagyobb kockázattal járó magatartások, de szeretnék óvni attól, hogy akármilyen magatartás, például egy párthoz való csatlakozást, vagy egy pártrendezvényen való megjelenést valaki túlságosan veszélyesnek gondolja. Különösen Budapesten, ahol viszonylag nagy tömegben fordulnak elő emberek, gyakorlatilag semmiféle kockázata nincs annak, hogy valaki eljöjjön szépen, és kinyilvánítsa az akaratát a testével, a lábával. Úgyhogy ez rendkívül sokat jelent. Úgyhogy itt nem okvetlenül most magunk mellett agitálok, ezt én szívesen látom bármelyik ellenzéki rendezvényen. Tehát a szavazók meg tudják mutatni, hogy elégedetlenek a rendszerre, legalább ezen a két módon, amit elmondtam. Aztán aki meg nagyobb kalandra vágyik, meg jobban ott akar lenni a változásoknál, azt pedig mi is szeretettel várjuk. Nem véletlenül kereszteltük el még civilnek ezt a műsort. Van is egyfajta ellentmondás, hogy egy politikai pártot, immár politikai pártot képviselő, annak elnökéről beszélünk, vendég van a Még Civil című párton. Egyébként te hogyan definiálnál magad? Te azért még nagyon is civil vagy? Hát én civil vagyok, mert nem a politikai rendszerben merítem a fizetésemet. Igen, én is pont így definiáltam volna, de jó, hogy ezt így te mondtad el. Szóval, hogy nem először, és nem is tudom, hogy meddig tart ez a polémia, még hangzott az el, hogy bizonyos civilnek minősített politikai rendezvényekre, tüntetésekre bizony pártlobogók, zászlók, pártnak nevezett tömörülések ne látogassanak. Neked erről mi a véleményed, amikor éppen most fejtetted ki, hogy a kiábrándultak bizony úgy tudnának visszaábrándulni, hogyha lenne olyan, aki megszólítaná őket? Én írtam ebben kapcsolatban egy posztot, egy rendezvény, a legutóbbi rendezvény szervezője, ez január elején volt, ugye szólították fel azt hiszem a DK-t, hogy zászlóik nélkül jelenjenek meg ezen a civilek által szervezett eseményen. Meg kell mondjam, nekem kicsit ellentétes a véleménye ezzel, noha ezt nyilván a hallgatók
megelőleg ezik nekem a bizalmat a vakasú, hogy nem vagyok DK rajongó. De ha nem mondod ki, akkor nem tudják, mondd ki. Nem vagyok DK rajongó. Ennek én azt gondolom, hogy a DK zászlóknak, mint az összes más zászlóknak, az MSZP zászlóknak, a különböző egyéb mozgalmak, szakszereti zászlóknak, a különböző szivárványos zászlóknak, mindennek ott lehet a helye. Che Guevarát is ideértve? Che Guevarát is ideértem, abszolút. Miért ne érteném az a Che Guevarát? Hát ha valakinek Che Guevara áll a szíve középpontjával eléggé el nem ítélhetően, akkor vigye ki a zászlaját, ha ezzel biztonságban érzi magát, meg az identitását így tudja jelezni. Hát ki vagyok én, hogy meghatározom egy embernek, hogy mit kell gondolnia. Nekünk az a feladatunk, hogy egy olyan országot üzemeltessünk, kezdjünk el újra üzemeltetni, ahol mindenki az eszmény mellett a lehető legnagy biztonsággal tud síkra szállni, és olyan jellegű pluralizmus uralkodik az országban, amely egyébként nem veszélyezteti az országnak az összetartozását, és segíti a versenyképességét. Úgyhogy én mindenkit ösztönözök, nyilván hát nem tudom a tüntetések szervezőit felülbírálni, de vigye ki nyugodtan az identitását jelképező szimbólumokat. Van zászlótok? Jelképünk, hát konkrét zászlónk még nincs, azt hiszem, még nem szőttük meg, de beszéljük, hogy mi kerülne rá a jelkép, igen, akkor hogy alakulna? A jelképünk, ez egyébként van egy Facebook oldalunk, úgyhogy el lehet érni a Polgári Konzervatív Pártnak a Facebook oldalát, éppen a napokban nyílt meg, és ott látszik egy a sárga különböző árnyalataiban pompázó esernyő. Úgyhogy amivel jelképezni, csak nem akarom sok mindent. Csak anglomán jelleg jön ki részint arra utal, hogy egy bizonyos magyarságon, vagy akár, hogy értelmezzük a nemzeti közösségünkön belül, többféle szín, árnyalat képzelhető el, noha nem radikálisan különböző árnyalatok, utal a hongkongi diákoknak a sárga esernyős mozgalmára, amelyek ugye a könyvgázt hivatott semlegesíteni a rendőrök támadásakor, utal még sok mindenre, utal arra, hogy elhárítja adott esetben a túlzott napsütést és az erős esőt is, tehát azt a fajta középutas, konstruktív, remélhetően elegáns mentalitás is képviseli, amit mi szeretnénk a politikában. A közeljövőre vonatkozóan milyen látható terveidek vannak, milyen olyan megnyilvánulásokat terveztek, ami még jobban tudatosítja a választópolgárban, hogy ti léteztek? Az offline, legközelebb offline megnyilvánulásunk, tehát az, ami nem az ismert Facebook, meg netes oldalakon, meg egyébként az MT által lehetővé tett csatornákon folyik, az február vége, azt hiszem 28-a az egy szombat, illetve március 14-e között három darab köztéri gyűlésre, most van beszédre kerül sor, amelyeket én tartok, és alapvetően három téma köré szerveződnek ezek a beszédek, és abban fogom nagyjából közéthetően elmondani azt, hogy a kulcs témákban mit gondolunk az ország számára a politikai szempontból üdvözítő lehetőséget. Ez a Rádió Q, 99,5, tehát fél hián 100, a Még Civil című vasárnap délutáni, mondhatni, rovatot. Hallják a telefonszámunk, mert hogy egy néhány kérdés még belefér a 11 percbe, a következő 35, 39, 4, 51. A vendégünk Béndek Péter, a Polgári Konzervatív Párt elnöke, és ahogy megbeszéltük, Még Civil, tehát tényleg nagyszerűen alkalmazkodik a műsor címéhez, vagy a címe hozzád, nem is tudom. Nem is jöttem volna, persze. Jó, nyilván. Ezt általában az eddigiek is betartották, de hagyjuk a haza nézegetést. A civil minőségedben egy meglehetősen, hát jól látható téren, fogalmazunk így, és jól látható minőségben nyilvánultál meg még tavaly, talán március. Tavasszal, igen. Ez a szabadságtér. Ez egy teljesen
nem azt mondom, hogy amatőr, de lelkesedésből történt megnyilvánulás volt, vagy pedig ez szintén már illeszkedett a PKP koncepciójába? Nem, ez független volt a PKP-től. Rényi András keresett meg engem. És te ott vezérszónok voltál? Én voltam a szónok ennek az első alkalomnak, ami... Mi volt az első alkalom, ezt elmondanád? Ez március 23-án volt, amikor az emlékmű felállításának a terve ugye eljutott hozzánk Jovánovics Györgyön keresztül, aki nyilván ismerte, vagy ismeri is a szobor alkotóját is, és akkor leültünk egy társaságban, ami társaság egyébként részint már létezett, mire oda bekerültem, és akkor valamiért úgy alakult, hogy én írtam egy beszédet, amit aztán többekkel megvitattunk, és akkor végül azt a beszédet mondtam el ezen a március 23. alkalmon, és ez volt az első ilyen össznépi demonstráció, amit tartottunk az emlékmű ellen. Azóta vagy jelen a Szabadságtéren? Vagy mondhatni, szeptember-október óta sokkal ritkán vagyok én személyesen jelen, mert a párt az egyre inkább lefoglalt. Még ilyen moderátorként szerepeltem néha, tehát a vendégeket én kérdezgettem, vagy az én vezetésem kérdezte az a kör. De azóta vannak persze, hát nagyon borzasztó stram, és hát nem tudom, Magyarország történetének talán az egyik, vagy a leghosszabb kvázi folyamatos civil jelenléte zajlik valami ellen, meg valami mellett is hozzá kell tennem, hiszen ez a szabadságtéri emlékmű elleni tiltakozás egy egyúttal a pártvonalakon túl mutató új politikai kultúra iránti igény bejelentése volt Magyarországon, úgyhogy én is azért kerültem ebbe bele, mert egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy abban a jelenlegi pártstruktúrában, meg politikai kultúrában, törzsi kultúrában nem lehet tovább folytatni ezt. Beszélgetés folytatásaképpen és a szabadságtérnek, mint témának a lezárásaképpen, tehát te látsz-e valami hát pártokat, vagy mozgalmakat, vagy közösséget egyesítő hát szikrát ebben a jelenségben, hogy ahogy olvasom, és ahogy másokkal is beszélgettem, a Szabadságtéren történelem hamisítás, mások megvezetése, ez kiválthatja azt, hogy sokan szembefordulnak azzal, vagy azokkal, akik ezt a szabadságtéri emlékművet oda? Hát ez aztán sajnos önmagában nem, mert erről ez nem lett egyesítő. Nem, mert erről mások máshogy vélekednek. Hát vannak, akik azt mondják, hogy ez emlékmű teljesen a helyén van. Úgyhogy bár a szabadságtéri mozgalom az mondjuk legalábbis megakadályozta az emlékműnek a hivatalos átadását, úgyhogy ennyi eredménye mindenképpen van. Remélhetőleg lesz még több is, el kéne terjeszteni a vidékre. Nem vagyok nagyon benne most mozgalom, nem tudom, milyen aspirációk vannak jelenleg, de a lehető legjobbakat kívánom nekik. Annak látod esélyét, hogy ennek kapcsán egyfajta sokat hiányolt, és a beszélgetésünkben is emlegettük, párbeszéd inkább kialakul majd azok között, akik, mint te is mondtad, nem beszélgetnek egymással? Kisebb párbeszédek kialakultak, hiszen voltak ellentétes politikai nézetű emberek a sátorban, meg a téren. Ennek ellenére kicsit szkeptikus vagyok avval kapcsolatban, hogy ez egy országos ihletet tudna biztosítani. Remélhetőleg majd az újonnan kialakuló mozgalomban megtalálja a helyét, és a történelem pedig megadja neki a kreditet azért, amit tett. Elismeri tehát utólag a történelem, így van. Nem lehetett volna ennél jobb végszó, mi is elismerjük, és remélem, hogy a hallgatók is, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm a lehetőség. Azt is nagyon reméljük, hogy ez folytatódik. Mi is beszéltünk meg, hogyha miniszterelnök leszel, hiszen egy kérdésre azt válaszoltad, hogy a mostanit te fogod váltani, akkor gyalog jössz. Abszolút, itt parkolok majd a bölcsőd előtt is. Értettem. Jó. Köszönjük. Akkor talán még bölcsőde lesz is már, és lesznek bölcsődék. Nem kötök hozzá most már semmit, viszont annyit igen, hogy nagyon köszönjük Béndek Péternek, a Polgári Konzervatív Párt elnökének, hogy itt volt. Közvetlenül utánunk egy bizonyos Veterán Tinédzser című műsor következik majd 6 órától, időtálló zenei gyöngyszemek laklemezen vagy nem. A Rádió Q-ban a Még Civil című műsort hallották a jövő héten, vasárnap délután már, nem azt mondtam, hogy ki lesz a vendégünk, de hát éppen ez a kérdés, hogy ki legyen a vendégünk. Egy szavazat már van, egy jelölt már van. Nagyon
kíváncsiak lennénk, hogy önök, kedves hallgatók, kit hallanának szívesen, kérjük, hogy ezt telefonálják meg, vagy írják meg a Facebook oldalunkon, ami a Halló, itt vagyunk, de még egyszer a telefonszámunk 35 39 451, az utánunk következő műsorvezető is reményeim szerint szívesen fogadja ezeket, és rögzíti a hívások alapján a tippeket.